Könnyűsúly döntője következik Marosi Csisztán és Molnár Kornél között. Molnár Kornél fehér nadrágban, fekete csíkkal, Marosi Csisztán fekete nadrágban. Molnár Kornél tájboxos és karatés versenyző, Marosi Csisztán kempós versenyző. Próbál ráfeküdni Marosi Csisztán. Ilyenkor lerázzák a kezüket, sportharc után. Játszik, játszik mind a két versenyző. Ismét földre kerülnek. Próbálja beakasztani a kezét Molnár Kornél, Marosi Csisztán nyakához, azonban nem sikerült, fölállnak. Molnár Kornélnak inkább a földön való küzdelem az, ami fekszik. Marosi Csisztán pedig állásból, főleg kézzel szereti eldönteni a mérkőzéseket. Mint például most is, nagyon szépen dolgozott. Itt ismét egy hátsó kezes pont, térdugás. Próbál Molnár Kornél bemenni, megfogni Marosi Csisztánt, pihenni egy picit. Szétválasztja őket Bacska Imre, vezetőbíró, majd folytatódik a mérkőzés. Marosi Csisztán nagyon lazán próbál dolgozni, Molnár Kornél keresi a lehetőséget, mikor tud közelbe menni, ráakaszkodni Marosi Csisztánra. Itt egy hátsó kezes ütés, a Molnár Kornél rugásokkal próbálkozik. Egy térdugás fejre, majd még egy térdugás fejre Marosi Csisztántól. Egy körüves szombrugás Molnár Kornéltól. Keresik a lehetőséget mind a ketten. Marosi Csisztán ütésekkel próbálkozik. És egy nagyon szép hátsó kezes ütés. Nagyon szép hátsó kezes ütés. Illetve a torokra talált, azonban folytatják a mérkőzést. Molnár Kornél is próbál játszani, keresi a lehetőséget ő is. Itt azonban ismét Marosi Csisztán átvette a vezetést, ütésekkel, majd rugásokkal. Egy bal csapot ismét betalált, majd jobb, térdugás fejre, ütések, ütések, térdugás fejre ismét, még egy térdugás fejre, hátsó kezes ütés, Molnár Kornél próbál közel menni. Bal csapot Marosi Csisztántól, körüves rugás Molnár Kornéltól. Molnár Kornél próbál bemenni, kiemelni Marosi Csisztán, ő azonban megfogja a fejét, térdugás alkalmaz fejre, majd próbál lecsavarni Molnár Kornélt, aki fölé kerekedik. Próbál feszítés, nyakfeszítés, illetve karfeszítés véghez vinni. Kemény pillanatok Marosi Csisztán számára, Molnár Kornél erősebbnek bizonyul a földön. Marosi Csisztán próbálja fent állásból eldönteni a mérkőzést. Főleg egyenes ütéstechnikáival, illetve térdugásaival. Itt egy föltartó rugás, főleg távolságkeresésre, meg ismét balcsapot, ami erőssége Marosi Csisztánnak. Ismét egy balcsapot Marosi Csisztántól, keresi a lehetőséget. Jobb-jobb-jobb balcsapot! Rugás, majd elmozog nagyon ügyesen Molnár Kornél. Rugás indítás Molnár Kornél részéről, de Marosi Csisztán elmozdul. Majd egy bal egyenes ritmusból abban a pillanatban, hogy Molnár Kornél rugott, Marosi Csisztán. Egy első, majd egy hátsó kezes ütés. Majd egy térrugást alkalmazott Molnár Kornélra, egy kifordul. Ismét ütések, rugások záporoznak Molnár Kornélra. Beszorítja Marosi Csisztán a sarokba, bedobja a körük között Molnár Kornél edzője. Győz Marosi Csisztán! A BBSC Kempó versenyzője, bedobták a törül között, győz Marosi István, Kempós versenyző.